Francia-magyar baráti találkozó. 100 magyar hős kiállítás. Népszerűek a külföldi utak a karcagiak körében. Útjavítások Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2018. június 19-én 18 óra 5 perckor. Karcagon a Kaiser étteremben tartotta baráti találkozóját a Francia-Magyar Baráti Társaság. A találkozón a 20. karcagi birkapörkölt főzőfesztiválról is beszélgettek a résztvevők. Az összejövetelen megjelenteket Türke Jánosné, a baráti társaság vezetője köszöntötte, majd képes élménybeszámolót hallhattak az érdeklődők. Nem olyan régen volt Longóba, a karcagi testvérvárosba egy kézműves találkozó, bemutató, és akik ott azon Karcagot képviselték, ők fognak nekünk beszámolni, élményeiket megosztani velünk. Név szerint a Biobolt tulajdonosa Kovács Péter és kedvese, illetve a Karcagi Ízek tulajdonosa Kovács Lajos és felesége. Ők lesznek, akik elmondják, hogy hogy érezték magukat, hogy képviselték a várost, és milyen élményeik vannak. A Longóban tett látogatásukról és az Aminei Nemzetközi Kézműves Találkozón szerzett tapasztalataikról Kovács Péter, a Főben Fában Biobolt tulajdonosa és párja Horváth Andrea Klaudia, valamint Kovács Lajos, a Karcagi Ízek cégvezetője számolt be. Nagyon különleges volt igazából, nagyon kedvesek voltak, akik vártak minket, nagyon jó hangulatba telt el ez a 10 nap. Érdekes élményeket és barátságokat kötöttünk. A második nap a nagy meglepetésünkre már hozták is a francia delegáció, hogy bekerültünk az újságba, mint a kelet ízei, és hát nagy sikert aratott ott kint ez a cég igazából, és nagyon sok rádióinterjút adtunk még. Mi próbáltunk egy picit a hungarikumokra törekedni, vittünk paprikát és chili cseppet, nem aratott akkora nagy sikert, nem nagyon szeretik a fűszeres és csípős dolgokat, és emellett pedig görbeházi olajokat vittünk, hidegen sajtolt olajokat, ezeket próbáltuk ott kóstoltatni. Mint elhangzott, keresettek voltak a karcagi szörpök, lekvárok, közülük is inkább a különlegeseket keresték, de a hidegen sajtolt olajok is a sok francia vásárlónak ízlett. A karcagiak még főztek is a vendéglátóiknak. Kicsit nehéz volt őket megállítani, visszahúzódó emberek, viszont aki megállt, megkóstolta, az vásárolt is, így ízlett nekik. Hát a virágszörpökből a bodza, illetve az akácvirág, a gyümölcsszörpökből a szamóca, illetve a ribizli az, ami legjobban ízlett nekik. Kevés kézműves lekvárral találkoztunk igazából, mi alapjában is nagyon sok fajtát csinálunk, mert 54 félét készítünk, úgyhogy ezt gondolom szerintem az országban is viszonylag kevés, hogy egyedülálló inkább, úgyhogy odakint nem, inkább ilyen alapízekkel találkoztunk, illetve egy-két olyan ízesítéssel, amilyen rebarbarával keverteket láttunk, illetve ami fűszerrel volt készítve. Ezután Barna Judit vállalkozó arról mesélt, milyen is egy francia állampolgár kisbaba nagymamájának lenni. Szólt arról, milyen örömökkel és néha nehézségekkel is jár ez, és természetesen az unokájáról is hozott képeket. A találkozó végén az is elhangzott, hogy a 20. karcagi birkafőző fesztiválra érkeznek hozzánk francia vendégek, akiknek a programjáról is szó esett. 100 magyar hős címmel nyílt kiállítás a Györfi István Nagykun Múzeumban. A tárlatot Györfi Sándor Kossuth és Munkácsi Díjas szobrászművész ajánlotta a karcagiak figyelmébe. A megjelenteket dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató köszöntötte, majd Györfi Sándor Kossuth és Munkácsi Díjas szobrászművész ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. Mint elhangzott, a 100 magyar hős festményét Somogyi Győző a Millenniumra a honfoglalás 1100. évfordulója alkalmából készítette, tisztelgésként a sok millió katona előtt. A művészetről azt baj, hogy a művészetben nincs felnőtt. Tehát én nem tudom alkalmazni az egyiptomi művészet hívmányait, mert az csak az egyiptomi vallásban és élethelyzetben érvényes. Ha ezt próbálnám majd volna, akkor ne lehetséges életét. Nem is tudnám, mert én ma élek és európai. Csak azokat a tapasztalatokat tudom felhasználni, amelyek szervesen az én kultúrámból következnek.
Egyébként persze, mint művészettörténet és mint tanulsága rendelkezésemre áll a régi művészet. Ilyen a technika történet is. Mert lásd, feltaláltak egy csomó ragyogó újfajta szintetikus festéket, gyönyörű világító színek, és kiderül, hogy 50 év múlva teljesen elveszti a színét, vagy megveszi a hordozó magát. Úgyhogy még itt is arra a tanulságra jutottam, hogy csak évszázadosan kipróbált anyagokra szabad használni. Nem 100 portrét akartam festeni, hanem egyetlen ikonosztázt, amelyben megszentelődött hősök ünnepélyes testtartással tekintenek az örökké valóságba, a műfaj barokk és milleniumi hagyományai szerint. E határokon belül tudományos pontosságra törekedtem. A fegyverek, ruhák, rendjelek hitelesek. Olyan alakokat választottam tudós történészek segítségével, akik nem csak katonáknak, de embereknek is kiválóak, olvasta fel a festő katalógusi ajánlásának részletét Györfi Sándor, aki a történelmi festészet megújítójának nevezte Somogyi Győzőt. Ismerve az ő munkásságát, a kezdeti munkásságát is, sötét, fekete képeket grafitta, vagy tussal rajzolt. És nekem arról, ami örösségünk jutott teszünk eszembe. Az a nagy művész, akinek munkásságával Kecskeméti Naiv Múzeum is kicsekedtett, a mi szülöttünk volt, és valami olyan naívsággal, tisztelettel, szeretettel próbálta a maga kis világát megjeleníteni, és maga köré szoborként megfaragni például a feleséget, vagy egy postást, a gyerekeket, vagy madarakat. Sok mindent megcsinált, de az a saját belső világa volt. És abból a fantasztikus fiatalkori, gyerekkori idéből jött ez vissza, amit még csak a gyerekek tudnak. Dr. Nagy Molnár Miklós a megnyitó gondolatok után bejelentette, hogy a tárlat még júniusban a Birkafőző Fesztivál ideje alatt is látogatható lesz. Egyre több karcagi tervezi nyaralását külföldön. A népszerű úti célok között megtalálható Bulgária, Törökország, Egyiptom, Görögország és Horvátország is. Egyre több karcagi tervezi nyaralását külföldön. A népszerű úti célok között megtalálható Bulgária, Törökország, Egyiptom, Görögország és Horvátország is. Továbbra is népszerű a karcagiak körében Görögországban, Bulgáriában, Horvátországban eltölteni a nyaralást. A legnépszerűbb úti célok közé sorolnám még mindig Bulgáriát, illetve Görögország szigeteit. Ezek közül főleg Zakintosz, Korfu és Kréta, ami nagyon népszerű, illetve visszajövőben van Egyiptom, Törökország és Tunézia. Ugye az arab térség mindig is nagyon népszerű volt. Ezen kívül ugye a fáradhatatlan Horvátország és Olaszország autóval ugye tőlünk könnyedén elérhető. Sokan már Debrecenből indulnak útnak repülővel, de továbbra is kedveltek az autóbuszos utazások és az egyéni autóval történő utazás is. Ugye a debreceni repülőtér népszerűsége egyre nő, és elég sok úti cél elérhető, mint például Törökország, Egyiptom, Zakintosz szigete, Bulgária, és autóbuszos utazások is nagyon népszerűek, népszerűek a karcagi utasok körében, ugyanis innen indulhatnak Görögországba, Törökországba és Bulgáriába is. Papdisznós Ágnes, a Robinson Tours utazási iroda menedzsere elmondta, hogy elsősorban az ár a legfontosabb a nyaralás kiválasztásánál. Azt tapasztaljuk, hogy még mindig az ár érték aránya a legfontosabb a választáskor, és nagyon megnézik, hogy mennyit és mire költenek, és Bulgária, illetve Görögország esetében ugye a kedvező bárfekvésről beszélünk, egy Egyiptom, Törökország esetében pedig magas minőséget adnak jó áron. Sokan már az interneten foglalnak, de az utazási irodák is újra népszerűek lettek Karcagon, mivel az iroda minden esetben felelősséget vállal az utazásért. Az online rendszerek fontossága évről évre nagyobb és törnek fel a piacon, viszont még mindig fontos az utasoknak a személyes kontakt, hogy itt az irodában át tudjuk beszélni az ügyintézést, illetve az információkat.
egy ügyintézőtől kapják meg, és ne az interneten nekik kelljen utána keresniük. Még mindig az irodák nagyobb biztonságot nyújtanak, ugyanis ugye az irodát, illetve az utast egy szerződés köti össze, ami leírja, hogy az utazási iroda felelősséget vállal minden nemű problémáért, illetve a szolgáltatásokért, amit az utas megrendel. Ha nem ezt a minőséget vagy szolgáltatást kapja, akkor ezt ugye a megadott hatósághoz bejelentheti, illetve kint telepített idegenvezetők dolgoznak az adott úti célon, ahol azonnal tudják orvosolni a problémákat, kérdéseket, gondokat, míg egy utazási irodán kívül foglalt mondjuk népszerű weboldalon, ott semmi nem köti, még nem is fizet, vagy pedig hitelkártyaadatokat kell kiadniuk, ami viszont plusz felelősség az utasnak, hogy több száz eurót leköthetnek anélkül, hogy ő bármilyen felelősségre igazából, tehát állna valaki mögötte, a foglalás mögött. Az utazáshoz a legfontosabb papíroknak rendben kell lenni, érvényes személyi igazolvánnyal és útlevéllel utazhatunk külföldre. A legfontosabb igazából, hogy az utazáshoz érvényes személyigazolvány vagy útlevele legyen, ez az adott úti céltól függ, hogy milyen érvényességet várunk el, illetve az ország mit vár el. Tulajdonképpen a foglaláshoz az adatok bediktálására van szükség, általában már a légitársaságok az okmány adatokat kérik, biztonsági, illetve adatvédelmi okokból ugye szükség van a számokra, érvényességekre. Így mi is tudjuk ellenőrizni, hogy ténylegesen érvényes okmányokkal rendelkeznek-e. A piacon kisebb áremelkedés volt tapasztalható, de a gazdasági növekedésnek köszönhető egyre több időt töltenek az utasok külföldön. Az utóbbi években fellendülés van az utazási irodáknál, folyamatosan mondják a partnerek is, hogy egyre több foglalás várható, illetve egyre több foglalást érzékelnek. Az online foglalásról térnek vissza az utasok az utazási irodákhoz, pont emiatt a felelősségvállalás miatt. A legnépszerűbb az egy-másfél hetes kikapcsolódás. Turnusok általában 8 napos időszakokra bonthatók le, illetve bizonyos irodáknál foglalható 10-12 napos törturnus is. Ez általában függ ugye a közlekedési eszköztől, ugye a buszos repülős az adott, de egyénileg akár foglalhatunk rövidebbet, hosszabb időszakot is. A családok általában minimum egy hetes vagy másfél hetes utazásokra mennek. Általában teljesen vegyes a korosztály, tehát a fiatalok általában mondjuk egy autóbuszos egyhetes utazásra fizetnek, a családok ugye repülős, egy-másfél hetes, és az idősebb korosztály az, akik szívesebben elmennek akár két hétre pihenni. Az utazásnál érdemes a lemondási feltételeket is áttanulmányozni, mert ha nem időben mondjuk lenyaralásunkat, sok pénzt bukhatunk. Kettő típusú lemondás lehetséges az utazási irodáknál. Ugye a standard, ami az általános szerződési feltételekben van, és azt szerint kell eljárnunk. Itt, hogyha 60 napon kívül vagyunk, akkor kötbérmentesen, vagy egy 10% foglalóval lemondható az utazás, és ahogy közeledünk az utazás időpontjához, úgy nő ennek a kötbérnek az összege. A másik típusú lemondás, az pedig, ha betegség esetén kell lemondani, ugye ez egy nagyon fontos, ami egy nem várt esemény, ami orvosilag igazolható, ilyenkor a biztosító 10-20% önrészvállalása mellett visszafizeti a kötbér összegét, így az utasnak nem vészel a befizetett részvételi díja. Ha már betegség, akkor... Karcagon a Városgondnokság irányítása alatt évek óta sikeres a közmunkaprogram. A város sikeresen pályázott belterületi utak javítására, így több útszakasz kátyúzása is megtörténik városunkban. Sikeresen pályázott Karcagváros önkormányzata az önkormányzati utak felújítására, karbantartására. A munkálatokat az időjárás nehezítette, valamint az aszfaltkeverő üzemek átalakítása. A városban ugye folyik a közmunkaprogram, ami igazából a Városgondnokság irányítása alatt van, nem is igazából, hanem teljes mértékben. És ennek egy részletét láthatjuk most a közútmunkaprogram keretében, sikeresen pályáztunk utak karbantartására, felújítására, természetesen csak az önkormányzati utakra vonatkozik.
megkezdtük, vagy pontosabban folytatjuk az aszfaltozás, mert volt egy rövidebb kimaradás, mind az időjárási viszonyok nem tették ezt lehetővé, mind pedig az a helyzet, ami most az aszfaltkeverők körül kialakult. Új tulajdonosok vannak, nem működnek, vagy leállnak, vagy elindultak, és kénytelenek a későbbiekben leállni. Sajnos elég messziről, Debrecenből kell hoznunk, korábban Földesről tudtuk ezt beszerezni, ami egy picit drágítja a költségét, viszont az utak itt vannak, a kátyuk kialakultak a tél folyamán, ezeket ki kell javítani. A város a pályázati összegből teljes felületű útfelújítást nem végezhet el, de a kátyúzásnak köszönhetően a belterületi utak jelentős része megújul, biztonságosabb lesz, és az úthibák nem okoznak majd bosszúságot a közlekedés résztvevői számára. Teljes útfelületeket nem tudunk felújítani, csak a kátyúzásra sikerült pályázat útján aszfaltot nyerni. Tonnári most pontosan nem tudom megmondani, mert ugye ez változó az ár, változtatnak a keverők is az árakon. Összegszerűen egy olyan 15-16 millió forint körül van, amit a pályázatból az utak kátyúzására tudunk fordítani. A munkálatokra fordítható összeg megközelítőleg 16 millió forint. Ennek az összegnek elégnek kell arra lenni, legalábbis a számítások ezt mutatják, hogy Karcagváros útjainak kátyukat, az önkormányzati tulajdonban lévő utakat mindenhol ki tudjuk javítani, de csak a kátyukat, tehát új aszfaltborítást, teljes szűnyegterítésben nem tudunk sehol rakni. Molnár Pál hangsúlyozta, hogy első ütemben a legforgalmasabb utakat és a legbalesetveszélyesebb utakat javítják ki. A balesetveszélyességet is figyelembe veszük természetesen, a forgalom, ami a legfontosabb, azt nézzük, hogy mekkora forgalmi utak, és természetesen, hogyha még azonos forgalmúak az utak, és nem tudunk dönteni, akkor azt szerint döntünk, hogy mely van a város központjához közelebb, és a város központból kifele haladunk a perifériásabb területek felé. A városgondnokság szakemberei türelmet kérnek a közlekedőktől. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!